Ne csak múltja, jelene és jövője is legyen a tárogatónak. Ezzel a mottóval nyitották az 5. tárogatós világtalálkozót a Vajai Református templomban. A tárogató egy népzenei fúvós hangszer, történelmünk kísérője a honfoglalástól egészen napjainkig. A történelmi hangszer legújabb, billentyűkkel ellátott változatát a 2014-es évtől hungarikumként jegyzik. Mint zeneszerető embernek, bár sajnálatos módon én nem mernék itt kiállni a tárogatós gyülekezet mellé vagy közé, hogy megfújjam az egyébként létező hangszeremet. Szóval mint zeneszerető embernek számomra ez egy különösen kedves pillanat, hogy ez a tárogató, ami valóban a magyar történelmi hagyományok egy nagyon fontos része, ez is bekerült a hungarikumok közé. A tárogatót egyedi hangzása és különleges hangszíne miatt a magyar lélek harangjaként is emlegetik. A hangszer ezer szállal kötődik a kultúránkhoz, évszázados tapasztalatok alapján a tárogató a szabadság hangja. Készítek különböző hangnemű hangszereket, most már szinte a világ minden táján ismerik a hangszereimet. Készítek szoprán, S-alt és basszus tárogatókat. Ez a hangszer, ez például egy amerikai világhírű jazz muzsikusnak a kérésére lett megalkotva. A megnyitó után a Vai kastélyban nyitották meg a Hungarikum elnevezésű kiállítást. A találkozó nem csak Vaja, hanem az egész megye életében fontos szerepet tölt be. Sokszor halljuk, hogy a tárogató a legmagyarabb hangszer. Hát, hogyha magyar, akkor talán még inkább Szatmári, Szabolcsi és Beregi, hiszen a kuruckor emlékei révén, illetve a tárogató egyesület révén, ami Vajához kötődik, Nagy Csaba révén, azt gondolom, hogy nagyon sok szálon kötődik, különösképpen a mi tájunkhoz, a mi megyénkhöz a tárogató, mint hangszer, és a Rákóczi hagyomány, mint az egyik legszebb történeti hagyomány a magyar történelemben. Ez egy nagy büszkeség számunkra, hogy 5 évente itt rendezik a világtalálkozót, fantasztikus volt a megnyitó. Fiatalok, idősek, a világ számos pontjáról érkezett vendégek viszik remélhetőleg nem csak a tárogató, hanem a megye jó hírét is, és reméljük, hogy máskor is visszajönnek hozzánk. Az eseményen a Rákóczi Tárogató Egyesület felajánlotta, hogy a jövőben március 27-én Rákóczi születésének évfordulóján, valamint június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján vállalják az ünnepségek hangszeres kíséretét.